Most azt érem, hogy... Én csak azért össze fenn a csíkén. Melyik? Az egy... Az te vagy. Van? Igen, ha valamelyik egy kicsit elmetne a szápot, a másik bejáratot, hogy megtalálják. De ezt mondja, igen. Jó, akkor más nem megy le? Hát mi nem megyünk. De hogy közülünk? Vagy hogyha én le akarok menni, vagy az operatőrünk le akar menni? Akkor nyugodtan. Tehát akkor nekünk nem kell hevedelt. Laci! Igen? És akkor felhúzzuk a hevedelt, mert valaki nem... Igen, az a baj, nem ér le a kötél. Nem ér le a kötél, mondtam. Ja, akkor nem menjünk le? Hát egy másfél métert vagy két métert lehet csalni vele, hogyha ide kötjük az aljára. Felhúzzuk, hogy mi legyen? Felhúzzuk? Kicsit közelebb a másik rendnek az aljára. Remélem, ez nem szapad ki. Na, ez nem fog. Na, itt az aljára fog. Elég lesz, mintha lenne több. Felhúzhatjátok a hevedet. Húzzuk az egész kötelet úgy, ahogy van? Igen. És akkor utána majd visszahúzzátok rajta a téket. Itt a hevedet. Visszahúztátok a... Szóval Tati, akkor én nem megyek le. Jó. Kérdezősködjetek lent, még valami legyen, valami, ha meg tudjátok oldani, hogy esetleg arra az időre kivenni a tokból, tudod, ha már lent vagy. Aha. Ha megy a bennek, hát semmiért, hogy mi ez. Úgyhogy én majd táskádból odaadod a... Én előtted úgyis vissza fogok másni. És ezzel úgy jött majd le, hogy... Az, annak nincs menetes. Mi kell innen? Mindegy, csináljátok. Abból nem kell semmi. Ezzel úgy jött le, hogy... Ugyan? Melyik top? A GoPro. És az a baj, hogy én még szabadon vagyok. Nem azt mondja, mi ért velem. Én meg dacból. Úgyhogy kikészítettem, meg kiraktam. Mondom, de hogy viszont. Sziasztok! Forgatás pillanatai. Attila még nézd majd vissza. Hadd lássak téged. Hello. De ide nézek. Hogy vagy? Meg van? Meg vagy? Oké. Nem egy nap fog kiesni? Mindjárt lesz. Remélem esik ki. Meg van? Elvakosan. Szóljatok már, hogy ne legyek kakis pipárna. Forgatás az RTL-le. Szépen bevisszük őket egy ilyen helyre. A sustihozat. A gyűjtjába. Végül is urbex, nem? Ide télen kellett volna jönni. Na, úgy már itt vagyunk, mint nem. Erre gyárna. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid történet. Tovább a víztározó lesz a, illetve az urbexelésről lesz a RTL-nek egy műsora, és most elhoztuk őket, hát nem gondoltuk, hogy ilyen rossz lesz az út, de hát ilyen rossz. Itt jönnek, itt én is amúgy. De nem ahhoz megyünk, nem ehhez? Ott. Rossz irányba jöttél, Ati? Ott van. Ott kellett volna átmenni. Hát ott hogy? Csak ez az egy út volt. Hogy? Na és most merre? Merre? Itt lesz tudunk lemenni. Szervező. Igen? Igen. Úgy mutatja, mintha... Egy kis verfilm. Hogyha meg is fordulsz, akkor... Én már felvettem. Tessék, ott vagy. Ott van. Higgyétek el, hogy ott van. Örülnek a srácok, biztos, hogy behoztuk őket ilyen helyre. Mert ott van alatt a hangyagőr. Ez
Nem rá. Mi van a hangyagolja, hogy hangyagolja? Na, szia, végig ezzel éves poénjait előrásta. Úgyhogy most ezzel szórakoztat két a csapatot. Nézzétek akkor. Az kevésbé veszélyes, inkább egy ilyen lyukon kell, rópa lyukon kell bebújni. De a másik az... Itt lesz a bejárat ennek. Igen, módja. Ennek ez a legyen, hogy megközelítési módja van. Itt is vagyunk. Szóval... Tapassuk le. Ugye máshogy nem lehet bejönni, de egyébként olyan állapodunk, úgyhogy... Már jó helyen járunk. Kinézve, ez teljesen bunker. Tehát én azt hittem, hogy ez egy bunker, amikor... Hoppá, én ezt megtaláltam. Na, László szórakoztat itt a közönséget. Laték nagy örömére, nagyobb dzsindzsa volt, amikor bejött, tehát nagyobb bak volt itt. De addig... És még én gondolkoztam, hogy rövid nadrágba jöttem, hogy... Én is, mert te is? Összegeztem őket, amíg végül bejöttem. És ő a kocogói víztározó. Abból fel kell mászni. Voltunk már itt, ugye van erre videónk. És akkor őt fogják megnézni a fiúk. Hogyha mindenki a dzsindzsánát. Szuper, mi? A mikroport bekapcsoló. Arra is jó. Az antennát szoktuk használni. Látom. Már én nem szeretem. Szóval szóljatok, ha valami éles menjen. Forog. Jó. Tehát most itt vagyunk egy elhagyatott víztározónál. Kívülről talán nem is látszik, hogy ez milyen veszélyes hely, hogy mekkora veszélye van annak, ha ide bejön valaki. Mindjárt meg is fogom mutatni, ez az a hely, ahova még mi sem mentünk be. De nem tudom mennyire hallani a mikrofonból, hogy mekkora egy teremben vagyunk, tehát itt mekkora, milyen akusztikában van. Hatalmas meg. Tehát nem is itt az elején, mert ez csak egy ilyen szivattyú tér volt, de ez pont olyan, ahova beesel és nem tudsz kijönni, mert itt se létre semmi. És ez még csak a kisebb nevezzük gyönyörűnek. Felmászunk, persze, csak már nagyon vigyázzatok fel a lépcsőn, mert nincs korlát. Tehát, hogy mivel megy a korton, hosszabb! Csak a fönt lehet belátni a magába a tárgyat. Nagyon jó, már álljatok már meg ott egy fotóra, ti. De nagyon jól néz ki. Csak közben itt is megesztek a szúnyogok. Áú! Meg valami másik. Mindenki belefér. Úgy így kívülni helyen. Na, szóval tartsatok velünk legközelebb is, és mindenképpen nézzétek meg ezt az adást a tévében, ki fogjuk írni, hogy mikor lesz. Ezt már említettem, ez az a víztározó, a pocogói víztározó itt a Vargegyen. Biztos láttátok már a Vargegyen áthaladva az útról látszik a teteje. Tényleg nagyon veszélyes, és ne gyertek ide. Videónk megnézhető, belinkelem ide a bejegyzés alá, és nézzétek meg az erről készült videónkat. Annyira veszélyes dolog ez az Urbex, hogy már mi is úgy gondoltuk, hogy erről valami anyagot kell készíteni, illetve szerepelnie kell valahol, úgyhogy ezért forgat az RTL Klub most velünk, és ahogy említettem, a Fókusz című műsorukban leszünk benne, ismételten, ugyanazzal a csapattal vagyunk, ugyanazzal a riporterrel. Úgyhogy, hát tulajdonképpen ez ennyi volt. Megnéztük mind a két helyet, tehát voltunk Perecesen, és ugye voltunk itt a Vargegyen. Sziasztok!